A történetben nem csak Magyarországon, egyrészt Európában. Péccsel kapcsolatban is Kubatov Gábor hangfelvételeivel kapcsolatban még egyet mondjon nekem, azzal se foglalkoztak elnökségi szinten, hogy tényleg történt-e ilyen Pécsett, hogy kiszedték a szórólapokat a postaládából, majd kampánycsend idején betették az ellenjelölt, nevezetesen Szili Katalin szórólapjait a postaládákba, majd jó feljelentették őket a területi választási bizottságban. Az az igazság, hogy rengeteg választási provokáció volt, találkoztunk a kampányban. 8. kerület, a szocialisták nyomtattak egy fideszes plakátot, kiragasztották. De ők csináltak ilyet Pécsett? Hát Kubatov Gábor meg erről beszél. Őszintén szóval ezt a hangfelvételt én nem láttam, de a babicsot nem hallottam. Elég hallani. Igen, de a helyzet az az, hogy általában nem nagyon szoktam felülni olyan dolognak, aminek semmi értelme nincsen. Minek kérdezte meg Kubatov Gábortól? Én nem hallottam, Gábor, de ez igaz? Csináltunk ilyet Pécsett? Megkérdeztük, azt mondta, hogy szó sincs erről, ez nem történt ilyen. És akkor visszakérdeztek, hogy de akkor miért mondtad ezt, Gábor? De nem mondtam, mondom, hogy nem történt ilyen, és a helyzet az... De olyanról beszél, ami nem történt meg. Hát ez elő szokott fordulni időnként az emberrel, bizonyára ön is hallotta már azt. Például képzelj el, hogy médiumokban is előfordul az, hogy bemondanak valamit, amire egyáltalán nem történt. Meg legutóbb Grúziában azt mondták, hogy az oroszok megtámadták Grúziát. No, és nem történt meg. Emlékszem. Tehát mondjuk azt akarom ezzel mondani, hogy vannak meghökkentő esetek. Olyan dolgokról beszélt, ami nem is történt meg, és ezt ő saját maga így fogalmazta meg önöknek, az elnökségnek. Kedves elnökség, kedves Kósa Lajos alelnök, kedves elnök úr, én olyanról beszéltem a hangfelvételen, ami nem is történt meg, ezt mondta? A helyzet a következő. Még egyszer mondom, nem kezeltünk illegális adatokat. Egyáltalán nem is lehet, szerintem erre nincs is lehetőség, meg nagyjából értelmes is, mert ilyen formában ezzel nem lehet mit kezdeni, és természetesen nem szerveztünk választási provokációkat. Azt viszont kifejezetten nagyra értékelem, hogy bár arra hívtak be, hogy elemezzük a választás utáni helyzetet. Ilyen mániákusan visszakanyarodik a Kubatov hangfelvételekre. Kettő hangfelvételről szerettem volna a véleményét kikérni. És majd, hogyha megnéz valaki tudni vágyó egyetemista ennek a beszélgetésnek az időmérlegét, akkor rájön arra, hogy igazából a Kubatov hangfelvételekről beszélgetünk, ami nem baj egyébként, csak a korrektséghez azt hozzátartom, hogyha mondjuk azt mondják, hogy Kósor jöjjön már be az átvéz, nagyon szívesen bejövök bármikor, akkor azt mondják, hogy is erről lesz szó. De most azt mondták nekem, kezelj azt mondják a munkatársak, hogy a választás utáni helyzetről lesz szó. Ehhez képest nem erről beszélgettünk. Azzal kezdtem a beszélgetést. Tudom, egy beszélgetés arról szól, amiről a beszélgetés idejének a döntő többsége szól. Uh-huh. Elkanyarodtunk. Na most, igen, de jó, baj. Tehát nem, egyáltalán nem, csak azt mondom, hogy mondjuk, hogyha tényleg új világot építünk, tudja, egy új Magyarországot, ahol nem verjük át egymást, ahol nem csapjuk meg egymást. Én most nem vertem például, át, elkezdtünk beszélgetni nem, arról. Én nem mondtam, hogy ön átver, csak szeretném, megengedő, hogy befejezem ezt a mondatot, annyira szeretném. Igen, nagyon szépen hallgatom. Köszönöm. Külön értékem, utána nem szolgált szót se. És nem is próbáljuk behúzni egymást a csőbe. Ha engem nagyon kedvesen kértek meg, hogy jöjjek be ide, örvölyemmel jöttem, bár konkrétan a családommal is szívesen lennék. De most úgy érzi, hogy behúztam a csőbe? Nem, de és akkor azt mondják, hogy a választások után kialakult helyzetről beszélgetünk, akkor erről beszélgessünk. Ehhez képest másról beszélgetünk, ami nem volt, csak... Ne. De hadd mondjak, tehát szeretném befejezni, nem lehet. De mondja, de csak már nagyon várom, hogy mi lesz a gondolat vége. Nem azért, mert kímélni kell engem, hanem azért, mert ha tudom a témát, akkor fel tudok készülni. Egy politikus persze bármiről lehet kérdezni, de azt lehet tudni. Ez meglepetésszerűen érte, hogy a Kubatov. Igen, hát hogyha azt mondják nekem, hogy beszélgessünk a választások utáni helyzetről, akkor konkrétan erre készülök. Mert hogyha nem, akkor most fejtem volna. Én nem beszéltem azóta Gáborral egyáltalán. Micsoda. De miért még nem beszélt vele erről? Most mondtam az előbb, mert megismétlem, azóta nem beszéltem Gáborral, mert van egy 1000 dolgom. Az elnökség se foglalkozott ezzel a hangfelvétellel? Azóta csak egyszer nem. Azóta csak egyszer volt elnökségülésünk, ez konkrétan tegnap este 11 volt, amikor értékeltük az OVB által kialakított helyzetet. Na, én meg de azt mondom szívesen, egyébként... Mondom, szívesen vállalkozok bármire, csak én mondják azt tudom, meg előre... Hál' Istennek mert... szívesen jön, úgyhogy szeretünk is önnel beszélgetni. A beszélgetés onnan kezdtük, hogy választás, és annak eredménye is hogyan tovább. Aztán egyszer csak a lista valahogy szóba került, az egyéni találkozások révén. Hát hogy rákérdezek a Kubatov féle listára. Hát ez szerintem annyira magától értetődő. Ön egy közszereplő,
erre számítania kell, hogy bármilyen televíziós, rádiós, bármilyen megszólalása, vagy sajtótájékoztatási megszólalása alkalmával bármilyen kérdést kaphat. Igen. Nekem meg az a dolgom, hogy bármilyen kérdést, ami éppen felmerül egy beszélgetés közben, fel is tegyek. Úgyhogy ez ilyen egyszerű. Hát csak ez nem egy paparazzi műsor, hanem ez egy beszélgetés műsor. És mondjuk, hát tudja, én azt gondolom, hogy tényleg, hogyha emberszámba veszük egymást, vagy legalább valami minimális tisztelet van bennünk, és főleg a nézőkkel szemben vagyunk, tisztelettudók. Akkor megadjuk a lehetőséget, de akkor megadjuk a lehetőséget arra, hogy a beszélgető partner felkészüljön arra a témára, amiben jön. Mert akkor miért nem mondta a legelején, amikor szóba hoztam Kubatov féle hangfelvételt, hogy ne haragudjon, én azóta a Gáborral nem beszéltem, az elnökség nem foglalkozott vele, de ígérem, hogy utána járok legközelebb. Nem, és akkor abba hagyom. Nem gondoltam, hogy ezen fog rugózni a választások után kialakult helyzettel kapcsolatos ügyben. Rugózni, meg semmi. Hát csak úgy értem, hogy ezen van megakadva, hogy ez a... Megkérdeztem, vártam a választ. Kicsit hosszabbra sikeredett. Vitázunk még erről? Hát nem tudom, ez most már közöttünk ilyen hagyomány, de én nem csüggedek egyébként, és csak arra szeretném kérni, képzelj el, nyilván tudnak tőlem egy csomó mindent kezdeni, mert a fogalmam sincs. Akkor az embert nehéz helyzetbe lehet hozni, csak azon lézők lenézése, mert nincs olyan ember, akit ne lehetne bizonyos egyébként teljesen az ő ismereteink kívüli kérdésekkel zavarba hozni. De akkor a nézőket, kedves Kósa úr, tudja azt, hogy a vizes piskótába hány tojást teszünk, mert akkor tényleg csőbe húztam volna, hogy olyat kérdezek, amiről feltételezhetően nincs is fogalma. Egész egyszerűen a Fidesz alelnökétől megkérdeztem, hogy a Fidesz pártigazgatója által mondottakkal foglalkoztak-e, igaz-e, avagy sem. Ön az ATV-be dolgozik, igaz? Az ATV közömetető társaságnak ki a felügyelőbizottsági elnöke? Ki a felügyelőbizottsági elnöke? Hát ez az ön munkahelye, tán csak a vezetőket is illik ismerni. Tehát a felügyelőbizottság, itt van elnök, van vezérigazgató. Nem, de tudja, hogy a gazdasági társaságok alá olyan felépítésűek, hogy vannak nekik felügyelőbizottságok. Na jó. Pedig itt kézzelő nem ismer az egyik munkahely vezetőjét. Nem baj, csak mondom, hogy látszólag a tárgyhoz tartozó kérdésben is fel lehet tenni olyan kérdést, amire nem tud válaszolni. Szerintem teljesen más az, hogy egy adott munkahelyben van-e felügyelőbizottság, és annak ki az elnöke, mint egy pártigazgatója által mondottak, tehát nem, azért... De nem erről beszéltem, csak arra próbáltam utalni, hogy, de mondom, nem csüggedek, és tudja, mit felkészülök arra, hogy ha eljövök az ATV-be, akkor ön bármiről kérdezhet, amely fogalmam sincs. Ez jó, szerintem ne csak nálam készüljön erre, hogy bármiről kérdezheti egy újságíró, hanem mindenkinek. De mindenki úgy éli, vagy úgy fogja fel az újságíró munkát, mint ön. Hogy, hanem van, aki például... Van, aki azzal a megvőző... Ezt most már addig folytatjuk, hogy a többiekre nem lesz idő. Én vezetem a műsort. Miért azt mondja, hogy menjek el, elmentem? Szem közt. Tényleg. Hát ez ilyen egyszerű. Nem tudom. Még csak az sincsen itt. Jó, rendben van. Ez így lesz. Az sincsen itt, hogy egy órát lássak, hogy meddig lehet. Jó, köszönöm szépen. Örültem, hogy itt volt. Nagy élmény volt önnel beszélni. Máskor is jövök. Mármint, hogyha hívnak. Viszontlátásra. Köszönöm.